21. alkalommal rendezték meg a májusi udvarfalvi virágkiállítást a Marosvásárhely melletti településen. A rendezvénynek nem véletlenül udvarfalva biztosít helyszínt, a faluban ugyanis több évtizedes hagyománya van a virágkertészetnek. 21-szerre szervezték meg a hagyományos virágkiállítást a rengeteg virágkertészettel rendelkező Maros megyei településen, udvarfalván. A virágkiállítást mindig május első vasárnapjára időzítik, idén viszont a növekvő érdeklődésnek köszönhetően két naposra terveztek. A helyi virágkertészek és termelők vására mellett családi programként is eltölthettek egy napot a részvevők a virágfesztiválon. A rendezvény az egész családnak szól. El lehet jönni virágot vásárolni, el lehet jönni egy kis csemegét és egy kis kézműves dolgot vásárolni. A gyerekek játszhatnak, megtanulhatnak virágot ültetni. A gyerekek, a szülők és a nagyszülők közösen vehetnek részt az esti előadásokon, ahol vásárolni lehet valami jó ennivalót és piknikezni is. A virágkiállításra szép számban látogattak az érdeklődők, ami jó lehetőséget kínált a virágkertészeknek az értékesítésre. Kezdetben csak itt a helyi termelők, mi állítottuk össze ezt a virágkiállítást, így évek óta így fejlődött, kialakult. Most az idei éven látom, hogy már nem csak a helyi termelőktől jönnek, hanem jönnek máshonnan is. A helyi virágkertészeknek sem volt okuk panaszra, hiszen bőven volt tennivalójuk, mondták. A vásárlók leginkább az udvarra kiültethető nyári növényeket keresték, mint amilyen a muskátli. De az, hogy ki milyen virágot keresett, attól is függ, hogy pontosan hová ültetni, napos vagy esetleg árnyékosabb helyre keres dísznövényt, nagyobb gondoskodást igényel vagy sem.